Sohasem, hogy túl vagy már mindenem, nem jöhet új az életben hirtelen. Sohasem mond, hogy végre, hogy nem érdekel a mindenem. Gregor Bernadett, a Jászai Mari díjas színésznő szórakoztatta augusztus első hétvégéjén a Szekszárdi Művészetek Házába látogatókat. A műsorban Karádi Katalin és Rutkai Éva legismertebb dalait és más sanzonokat is hallhattak az érdeklődők élő zongora kísérettel. Gonda László kiváló zongorista kollégámmal és barátommal sanzonokat hoztunk ma estére, régi filmslágereket. Hát kicsit retro lesz a mai műsor, de az én szívemhez és az ízlésvilágomhoz nagyon, nagyon közel állnak ezek a régi dalok, régi sanzonok, amelyeket különben a közönség is általában szinte mindegyiket ismerni szokta és énekelni szokta velem. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem azért bizony színésznőként vannak olyan példaképeim, mint például Karádi Katalin, akinek rengeteg gyönyörű, szép, szerelmes nótája van. Lassan 10 éve, de talán lehet, hogy több kezdtem el sanzonokat énekelni. Először csak zenei alapokkal, és aztán a jó sorsom összehozott Gonda Lászlóval, és hát egészen más különben zongora kísérettel, tehát élő zenével játszani ezeket. És azt tapasztalom, hogy mindemellett, hogy más világot élünk ma már, mint, tehát nem valószínű, hogy egy fiatal régi magyar filmeket fog nézni, de mégis azt tapasztalom, hogy egy Hamvadó cigaretta végcímű dal, az nem idegen a 20 évesek előtt sem. Hamvadó cigaretta vég, kis cigaretta, te hidd nekem el, engem is csak végre dobtak el. Voltam én is ifjú lángoló, híbor piros ajkát csak csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múlt a kötelé. A műsor alappillérét a mindenkor és a legtöbbek számára aktuális szerelem adta. Általában ezek a sanzonok a szerelemről szólnak, és a szerelem tulajdonképpen egy olyan tágfogalom, ami mögött nagyon sokféle dolog elfér. Mert vannak olyan dalok, amelyek a beteljesült szerelemről szólnak, boldogságról szólnak, amikor valaki megtalálja a párját, és boldog vele, és hát persze ott van a csalódás is, és a könnyek is, úgyhogy színésznőként is egy nagyon érdekes feladat különben sanzonokat énekelni, mert vannak olyan sanzonok, például a Kis Ivett című sanzon, ami egy nagyon rövid sanzon, de tulajdonképpen egy hölgynek egy párkapcsolati drámáját mutatja be. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet színészként is kezdeni ezekkel a dalokkal. A kis Ivett, a művésznő azt mondja, bár nehezen élték meg a pandémiát, valahol mégis hálás érte. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én tartozom egy társulathoz, és én a Covid alatt is tartoztam egy társulathoz, hiába nem voltak előadásaink, de mégis volt egy biztonságérzetem mindenféle szempontból. És az elmúlt, a Covid-járványt megelőző 25 évben, amikor már színésznő voltam, én magamnak soha nem engedtem volna meg pihenőt. Se 2 hetet, se több hónapot. Tehát jött egy olyan kényszerű leállás, amivel nem tudtunk mit csinálni, mint elfogadni, hogy ez van. Ilyenkor nyilván ez is ilyen fura, hogy elkezd az ember tiltakozni, hogy nem, de még dolgozni szeretek, és hogy szeretnék, és hogy az az idő, ami eltelik munka nélkül, az olyan hiába valóságnak tűnt, és aztán egyszer ráéreztem annak az ízére is, hogy egy kicsit meg kell állni. Egy picit át kell gondolni, hogy amúgy mi volt abban az elmúlt 25 évben, mert hogy ez a kényszer pihenő nincs, akkor talán ez a befelé fordulás sincs. De nem szeretném ettől függetlenül, hogy bármi olyan dolog visszajöjjön, akár Covid-járvány,
vagy bármi, ami arra kényszerít bennünket, hogy ne tudjunk dolgozni. A hivatásomat én nagyon szeretem, de hát anyuka vagyok, szóval sok-sok minden vagyok még azon kívül, hogy színésznő vagyok, és én azokban is mindig megtalálom az örömöt, ha csak egy apró dolgot mondok, hogy két gyönyörű juhász kutyám van, tehát a kutyáimmal sétálni az erdőbe vagy a Gellért hegyen, az mind-mind olyan program volt a Covid alatt, amiben nyilván sokkal több volt, mint amikor aktívan dolgozom, de ami fel tudott tölteni. És az a feladatom, tehát hogy miután amúgy prózai színésznőként vetemedek arra, hogy énekes műsort csináljak, hogy megérintsem, igen, hogy egy-egy dal előadása során a néző velem tudjon örülni, vagy éppen szomorkodni, és adott esetben a saját életére is ráismerjen arra az érzésre, amiről én énekelek. Bennem nem szokott megfogalmazódni az, hogy én üzenni szeretnék, én azt szeretném, vagy hát ez a cél, hogy akik eljönnek megnézni egy ilyen sanzonestet, az emlékezzen ugyanolyan jó szívvel ezekre a dalokra, merjen egy kicsit ellazulni, énekelni, belefeledkezni. Ezek nagyon-nagyon szép. De egy picit felejtsük el, ami a kapunk kívül zajlik.